A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara minden évben pályázatot hirdet az Országos Ágazati Alapvizsga vizsgaelnöki és az Országos Vizsgafelügyelői névjegyzékbe történő felvétel céljából. A pályázóknak az elbírálást követő 6 hónapon belül egy felkészítő tréningen kell részt venniük, ahol az ott megszerzett tudásról számot is kell adniuk. Jelenleg kamaránkban a vizsgaelnökök tréningre zajlik, 2 hét múlva október 7-én pedig a vizsgafelügyelők képzését tartjuk. Itt egy hatályos jogszabályi háttérhez igazodó szakmai előadás keretén belül készítjük fel a pályázókat arról, hogy miről is szól a vizsgarendszer, és milyen feladatokat kell a vizsgán az elnököknek, illetve a felügyelőknek ellátni. A résztvevőknek az előadás zárásaként egy ellenőrző tesztkérdés sort kell megválaszolniuk. A névjegyzékbe történő felvételről a pályázó írásos értesítést és jogosultságot tanúsító igazolást kap. Az új pályázók mellett minden évben lehetőséget biztosítunk a már névjegyzékben szereplő elnököknek, vizsgafelügyelőknek is, hogy részt vegyenek a tréningen ismeretmegújítás céljából. A tréning végén ők is vizsgát tesznek az új pályázókkal együtt. Ezeken a képzéseken nagy hangsúlyt fektetnek a vizsgaelnökök és a felügyelők feladataira. Nagy általánosságban ezek egyformák, ők felelnek a vizsgának a szabályszerű lebonyolításáért, átvizsgálják a tanulóknak, illetve a képzésben résztvevő személyeknek az iratait, ellenőrzik, hogy teljesítettek-e minden felvételt. Hogyha a gyakorlati vizsga olyan helyen van és megköveteli az előírás, akkor munka- és tűzvédelmi oktatást tart nekik. Az elnököt mindig a területileg illetékes kamara delegálja. Akik vizsgaelnökök azok lehetnek, akik minimum mestervizsgával rendelkeznek, ők tudnak pályázni. Ebben az esetben, hogyha nem rendelkeznek főiskolai végzettséggel, akkor 10 év szakmai gyakorlatot kell még leigazoljanak. A vizsgafelügyelőknek egy picit szigorúbb az előírása, ott mindenképpen kötelező a felsőfokú végzettség és a 10 év szakmai gyakorlat. Évente egyszer van, ugye az új belépőknek kötelező, és akkor a régi névjegyzékben szereplő elnököknek, illetve felügyelőknek pedig ismeret megújítás céljából, mert ugye ez minden évben az előadás ki van, vagyis frissítve van az aktuális jogszabályokkal, ugye az minden évben változik. A vizsgafelügyelőket is minden esetben a területileg illetékes gazdasági kamara delegálja, tehát van ehhez egy központi elektronikus felület, ahol a vizsgadelegáló referens látja a vizsgákat, ott tudja kijelölni az elnök, illetve a vizsgafelügyelő személyét, egyeztet a felügyelővel, hogy megfelel-e neki az időpont, és hogyha igen, akkor ezen az elektronikus felületen keresztül ő delegálja, hozzárendeli a vizsgához. Erről az iskola is és a vizsgafelügyelő is értesítést kap, és akkor onnantól kezdve az iskolától kapják a megbízási szerződést, illetve minden további egyeztetést már ők folytatnak. Vannak olyanok, akik azért, mert hogy szeretik az iskolákkal tartani a kapcsolatot, tehát például mondjuk akik tanárok voltak előtte, de már nem ebben a munkakörben dolgoznak, nekik nagyon sok esetben jó érzés, hogyha mondjuk visszamennek és találkoznak a régi kollégákkal, de általában igazából ez a fizetés mellé ez egy plusz jövedelemforrás.